Sziasztok, Rita vagyok, és a mai adásban a különböző lárva típusokról fogunk beszélgetni. A lárvákat sokféleképpen csoportosíthatjuk, de mi most itt a lábaik száma alapján fogjuk. Vannak olyan lárvák, amelyeknek nincs lábuk. Ők az apod lárvák. Ide tartozik a kukac, a nyű és a pondró. Kukac típusú lárvája van például a darazsaknak, és az ormányos bogaraknak. A kukac az úgy néz ki, hogy van egy picike fejtokja, és van egy ilyen kis pufi, kifli alakú teste. Nincsenek rajta egyáltalán lábak. Inte tartoznak a zsizsikek, a szóbogarak és az eszelények lárvái is. Pondró típusú lárvája van a díszbogaraknak és a cincéreknek. A pondrókra az jellemző, hogy van egy kemény fejtokjuk, mint a kukacnak, de a következő szelvény az kicsit kiszélesedik, tehát a picike fejtok után jön egy széles szelvény, és utána folyamatosan csökken a mérete ezeknek a szelvényeknek. Beteszek ide néhány fotót, hogy lássátok, hogy miről van szó. A pondrok olyan helyeken élnek, ahol el tudnak bújni a napfény elől, leginkább sajnos fákat károsítanak, tehát a cincérek és a díszbogaraknak a lárvája a sajnos kártevő. Ugyanúgy nem a lárva, hanem az imágó, de egyébként kettőt is találtam egy elhalt fában. Valószínűleg, hogy ez itt az ő fészkük, szerintem már meg is történt a tojásrakás, és itt szaporodnak folyamatosan ebben a fatörzsben. A pondrók egy-két évig is fejlődhetnek a fában, tehát nagyon hosszú ideig vannak bent, és nagyon sokat elfogyasztanak a fatestből. Na de nem is zavarlak tovább, Pajti, menj a dolgodra! Persze, mivel kevés van a cincérekből, ezért nagyon nagy részük védett Magyarországon, és a díszbogaraknak is egy része védett. Nyű típusú lárvája van a legyeknek. Például a cseresznye az nem kukacos, hanem nyüves. Ez a legegyszerűbb példa, de például itt van a nyugati dióburok fúró légy is, mely egy újonnan jött kártevőnk, és az is a zöld burokba beleteszi a nőstény légy a tojást, tojásokat, mert többet is, sőt, egy tojásrakási helyre többet letesz, és több tojásrakási hely van a dión, tehát lényegében a diónkat ellepik ezek a nyüvek, és teljesen rárodhat ez a zöld dióburok a dióra, és ezáltal nem fog kinyílni, és nem pottyan ki belőle a szép dió, és nem is tud olyan szépre megnőni, olyan szép nagyra. A nyüveknek nincs fejtokja, tehát a három lárva típus közül onnan tudjuk, hogy az a nyű, mert nincs lába és nincs fejtokja. Tehát a kitinizált fejtok hiányzik, teste előső vége felé elkeskenyedik, szemölcsök, húscsapok találhatóak rajta, színe fehéres sárgás és nincsenek rajta szőrök. Sokan szeretnek velük horgászni is, úgyhogy horgász csaliként is meg lehet vásárolni őket. Na de menjünk is tovább. Következzenek azok a lárvák, amelyeknek három pár ízelt lábuk van, ők az oligopod lárvák. Ide tartozik a pajor, a drótféreg, a ragadozó lárva és a levélbogár lárva. Levélbogár típusú lárvája van, ki nem találjátok, de a levélbogaraknak ez a krizomelidé család. Ebbe a családba számos nagy kártevőnk tartozik, például a burgonyabogár, vele már biztos, hogy találkoztatok, például a kukoricabogár vagy a vetésfehérítő bogár. Három pár ízelt lábuk van, ők viszont már lehetnek színesek vagy színesebbek, lehetnek rajtuk különböző színű szemölcsök, illetve szőrök is. Pajor típusú lárvája van a cserebogaraknak. Szerintem pajorra már mindenki találkozott, amikor otthon ásott a kertben, ugyanis ők a talajban élnek. Vannak olyan cserebogár lárvák, tehát pajorok, amelyek több évig fejlődnek a talajban. Ilyen például a kalló cserebogár, a májusi cserebogár, az erdei cserebogár. Pajor típusú lárvája van például a szarvasbogárnak is, vagy az orrszarvúbogárnak is, ugye mind a kettő védett, míg a májusi cserebogár például kártevő. Méghozzá a lárva okozza a kárt úgy, hogy elrágja a növényeinknek a gyökereit. Ez akkor jelenthet nagyobb problémát, hogyha mondjuk van egy ültetvényünk, és az ültetvényt frissen telepítettük, és tele van pajorral a talaj, akkor bizony el fogják rágni a gyökereinket. Azonban vannak olyan rovarfajok, melyeknek lárvái, azaz most a pajorokra gondolok, elsősorban lebomló vagy korhadó fákban fejlődnek. Itt láthatjuk is az óriási erős rágókat, amivel el tudja rágni a kemény fát. Nekik is három pár ízelt lábuk van, utána pedig a végén egy ilyen kiszélesedő az utolsó potrószelvényük, innen lehet őket megismerni. Drótféreg típusú lárvája van például a pattanó bogaraknak, onnan kapták a nevüket, hogy olyan kemény a kültakarójuk, mint a drótnak, és nagyon-nagyon nehéz őket összenyomni,
és ők is a talajban élnek, tehát terrikolok, sokszor okoznak problémát, tehát kártevők is lehetnek. Tehát még egyszer itt látható a három pár egyforma ízelt toriláb és a kemény, hengeres, szelvényezett testük. Általában sárgás-barnás, aranyszínűek. Ragadozó lárvája van például a katicabogoraknak és a fátyolkáknak. A ragadozó lárva úgy néz ki, hogy picike, általában sötétebb színű, de lehetnek rajta színesebb foltok is, mint a katicalárvának. A fején található egy óriási rágó pár, ugyanis ők általában, mint ahogy a nevükben is benne van, más élőlényekkel táplálkoznak, tehát ragadozók, és ehhez ugye kell nekik az óriási rágó. Három pár jól fejlett erős lábuk van, testük háthasi irányban lapított. És hát itt is a nagy rágókat láthatjátok. Mind a ketten például levéltetvekkel táplálkoznak, ezért a biológiai növényvédelemben is alkalmazni szoktuk őket. Következzenek azok a lárvák, melyeknek három párnál több lábuk van, ezek a polipod lárvák. Ide tartozik a valódi hernyó, az araszoló hernyó és az álhernyó. Valódi hernyója van a lepkéknek. Nekik van elől három pár ízelt lábuk, utána négy pár hasi lábuk és egy tolólábuk. Még velük szemben az araszoló hernyóknak van három pár ízelt lábuk, nekik is megvan az egy tolólábuk, és nekik itt nem négy pár hasi lábuk van, hanem ennek a száma kevesebb, mint négy, lehet egy-kettő. Araszoló hernyója van az araszoló lepkéknek és a bagoly lepkék egy részének. Tehát aminek nem valódi hernyója van, annak araszoló hernyója van. Az álhernyóknak is megvan elől a három pár ízelt lábuk, azonban utána több láb következik, mint a valódi hernyónak, tehát több pár lábuk van, mint nyolc. Álhernyókból egyébként levéldarazsak lesznek. És hát ugye sokféle színűek lehetnek, sokféle alakzatúak, lehetnek rajtuk ugyanúgy szőrzet, szemölcsök, különböző kis hús, serték, kitüremkedések, lehetnek allergének, lehet brutál szőrös. Van, amelyik mondjuk három lárva stádiumig fejlődik, van, amelyik négy lárva stádiumig, van, amelyik öt, van, amelyik hat lárva stádiumig, ugye attól is függ, hogy mekkora lesz maga a lepke. És tudtátok, hogy némely hernyók világítanak az UV-fény alatt? Na ugye, ez is egy érdekesség. Na de majd legközelebb. Bakik. Hernyi. Levélbogár lárva típusú lárvája van. Hú, nem bonyolult ezt kimondani. Levélbogár lárva. Még egyszer. Levélbogár lárva típusú lárvája van. A levél... Például a bur... Nem bírok beszélni. A pundróra az jellemzi, hogy maga a lárva úgy néz ki, mint a drót. Nem néz ki úgy, mint egy drót. Úgy néz ki, mintha egy sima hernyó lenne, de hogyha megszámoljuk a lábait, akkor sokkal kevesebb van, mint 8 pár. Több. Jó, van, egy többet nem tudok elmondani.